Hello, hello! Sziasztok! Remélem, jól vagytok! Itt jéghideg van, ahogy látjátok, és alig látok valamit, mert nagyon süt a nap. De nem baj, azért nem is tudom, kell valamilyen magyarázat annak a videónak, amit csináltam a múltkor azzal a púval? Vagy értitek tulajdonképpen? Mert nagyon sokan megnéztétek, nem tudom, hogy azért, mert nincs rajta magyarázat. Vagy azért, mert vicces akart volna lenni a dolog. Nem tudom, de mindegy. Azért megmagyarázom nektek, hogy miről volt szó. Hát, ha így könnyebb lesz megérteni azoknak, akik nem értették meg. De szerintem azért sokan megértettétek. Szóval, bonjour madame, azt tudjátok, hogy mi. Jó napot kívánok, asszonyom. Écoutez, az azt jelenti, hogy hallgasson. Écoutez, hallgasson. On s'est rendu compte que votre fille avait attrapé des poux. On s'est rendu compte. On s'est rendu compte. Se rendre compte, az azt jelenti, hogy rájönni. Szóval mi rájöttünk, és a ont használjuk nagyon rendszeresen franciául, és nem a nous-t, még akkor is, ha a nous az ilyen hivatalosabb dolog, és ez az on, ez inkább ilyen mindennapi beszédbe mondjuk. De ugyanazt jelenti, szóval azt jelenti, hogy mi. Mi rájöttünk, hogy que votre fille, hogy az ön lánya, avait attrapé des poux. A poux az a tetű. Szóval, hogy az ön lánya elkapott tetüket. Ez franciául úgy mondják, hogy elkapni a tetüket. Szóval attrapé az olyan, mint amikor elkap valaki egy labdát például. Attrapé une balle. Attrapé, elkapni, une balle, egy labdát. Igen, ott van a füzet a kezembe, mert különben nem tudom, hogy miről beszélek. Mert azt a videót, amit csináltam, az csak így a fejemből csináltam, így gyorsan, és le kellett, hogy írjam, hogy mit mondtam benne, mert nem emlékeztem rá. Szóval, on s'est rendu compte que votre fille avait attrapé des poux. Nagyon süt a nap. Alig látok valamit. És akkor mondja, hogy pardon? Moi je ne pas comprendre, vagy valami ilyesmit mondtam, az nem nagyon korrekt. Szóval, pardon, az a bocsánat, és je ne comprends pas, az lenne korrekt. Szóval, nem értem, je ne comprends pas, vagy moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Szóval, hogy én nem értem. Moi je ne comprends pas. Szóval az a korrekt, hogy én nem értem, je ne comprends pas. És amikor azt mondja a tanárnő, hogy pas bien, az csak annyit jelent, hogy az nem egy jó dolog. Pas bien, nem jó. Szóval a többit értitek, mivel a többit magyarul mondtam. Remélem, hogy most már minden kristálytiszta ebben a videóban. És hát a tupu, amit úgy mondtam, hogy tupu, mert hogy úgy tanult a másik a francia leckéibe, az tupu, az tényleg azt jelenti, hogy te büdös vagy, de ezt már tanultuk egy másik videóban, szóval elvileg ezt már tudjátok. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke. Nagyon rövid volt, inkább a videó magyarázat volt, de majd lesznek még leckék. Sziasztok! Bonjour madame. Ah bonjour madame. Écoutez, on s'est rendu compte à l'école que votre fille avait attrapé des poux. Pardon? Moi je pas comprendre. On s'est rendu compte à l'école que votre fille avait attrapé des poux. T'es le volamite. Non voyons ben la bistoche. Pardon madame. Moi je pas comprendre, pas comprendre. Nem értem, mit mond. Attrapé, attrapé. Te tudod, hogy az mi, hogy pú?
Oui, madame. Attrapé, oui. Des poux. Attrapé, oui. Des poux. Poux. Pas bien. Pas bien. Mit mondott? Hát figyelj, én sem vagyok benne 100% biztos, de pont a múltkor olvastam a francia leckémbe, hogy tu pu, az azt jelenti, hogy te büdös vagy, bocs. És hát nem én mondtam, hanem ő mondta. Szóval sajnálom, de azt hiszem, hogy azt mondta, hogy a lányod büdös. És mutatta a haját, lehet, hogy a haja büdös, lehet, hogy meg kéne mosni a haját. Nem tudom. Na ne, hogy mondhatnak egy ilyet a gyerekemről, hogy büdös? Nem büdös! Lehet, hogy igaza van.